János, szép estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy motto, a mai beszélgetésünk mottoja: az ember úgy kél és dől, akár az őszi búza, de néhány név soha nem merül feledésbe. Vendégem pedig Török László. Szervusz, Laci! Szevasz, ez több mint kedves, megtisztelő. Nos, hát a 66-os úton köszöntelek tisztelettel. Hát igen, ez egy 66-os út tulajdonképpen. Személyes históriákat akarok ám én hallani, mert az majd később szóba kerül, hogy mitől lesz valakinek egyedi a hangja, milyen, amikor ilyen nincs és mégis van. Ezt tudni fogjuk, hiszen legendává vált történeteket is mesélhetsz, viszont kezdjük talán az eredendőnél, az elsőnél. Hogy volt az, amikor az első meccset te láttad? Azt az MTK Tatabányát kérdezem tőled, hiszen az egy legendás történet. Hát az egy legendás történet, mert valamikor, én már nem emlékszem természetesen, vagy 57 őszén, vagy 58 tavaszán volt, csak arra emlékszem, hogy első osztályos voltam, és akkor még az első osztályosok is, erre azért te is emlékezhetsz, szombaton is jártak iskolába, délután is jártak iskolába, és az édesanyám a Prátor utcai általános iskolából vitt haza egy szombat délután, és a Corvin mozi mögötti utcában meghallottam, hogy valaki beszél valami csodáról. Isten igazából nem tudtam, hogy mi ez. Mondtam az anyukámnak, hogy mi ez a beszéd, egyáltalán mi lehet ez. Azt mondja, nyitott ablak van, és a rádió szól valahol, és ott egy futballmeccset közvetít. Ki közvetít? Hát a Szepesi bácsi. És mondom, mi az a futballmeccs? Mert soha nem voltam futballmeccsen. Valami fantasztikus, megfogott ez a közvetítés, és azt mondtam, hogy nekem ilyenre el kell menni, mert ez valami csoda lehet, hogyha így lehet beszélni róla. És hát roppant érdekes, mert a Ferencvárosban laktunk, és laktam 30 évig, és hogy miért nem, arra természetesen nem emlékszem, az édesapám egy MTK Tatabánya mérkőzésre vitt el, az első mérkőzésemre, ahol a Tatabánya kapuja mögött álltunk, a régi, természetesen a régi MTK stadionban, és ott Grosics védett, annak lehet 4-0-ra kikapott a Tatabánya, Grosics fantasztikusan védett, és én beleszerettem a játékba, Grosicsba, a kapus játékába, mindenbe, ami futball és ami sport. Tehát először is volt a hang, csupa nagybetűvel. Így van. Szepesi György hangja. Végig kísérte a pályafutásodat, másrészt jött a futball. Igen. A Hungária körúton, és Grosics Gyula, aki ugye akkor azért mondjuk el a nézőknek, hogy számüzetésben volt a Tatabánya. Így van, számüzetésben volt, de én attól a pillanattól kezdve mindig az ő meccsére akartam menni. Még azt is mondhatom, hogy gyerekként Tatabánya drukker lettem, mert apukám vitt le Tatabányára meccsekre. Úgyhogy attól a pillanattól kezdve, még egyszer mondom, megbabonázott minden. Mi volt egy ferencvárosi kisrásznak, egy lurkónak az álma akkoriban, ha a sportot nézzük? Nézd, akkor nekem csak az volt az álmom, hogy minél több sport, akkor pillanatokon belül fölfogtam azt, hogy más sportágok is vannak. És a szüleim vittek vívóversenyre, vittek asztali teniszversenyre, aztán ahogy növegettem, egyre többet jártam úszásra, jártam vízilabdára, és ettől a pillanattól kezdve, hogy mondjam, azt dédelgettem, hogy sportriporter leszek. Akkor az általános iskolában mindenki ezt elhitte, hogy a Török Laciból sportriporter lesz, én is elhittem. Aztán, amikor Budapest egyik legjobb gimnáziumába jártam, és ott csak közepes tanuló voltam, úgyhogy ott aztán egy kicsit visszavágták az elképzeléseimet, és akkor már olyan nagyon nem reménykedtem benne, hogy valaha sportriporter. Magát a sportot azért gyakorlati szinten is űzted. Én a pingpongot olvastam, nem is csodálkoztam, hiszen Sidó, Berci, Kócián Éva országában, azért főleg Budapesten, azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, mert hogy népszerű sport volt. Ez nagyon, nagyon érdekes volt. Én
valamiért mondtam, hogy a második, harmadik sportág, amire kivettek a szüleim, az az asztali tenisz volt, és olyan harmadikos koromban azt is mondták, elvittek a Vörösmetorba pingpongozni, és azt mondták, hogy nagyon tehetséges vagyok. De a foci az megbabonázott. A Grosics megbabonázott, tehát kapus akartam lenni, és mint az ördög, csak a foci, csak a foci. Pedig sokáig vittek pingpongozni, végül elmentem a gázművek csapatába, ez azért meg érdekes megint, mert a Ferencváros kellős közepén laktunk, és Óbudára jártam, Aquincumba, a gázművekhez futballozni, ami hát egy kisgyereknek azért egy jó távolság volt, és hadd tegyem hozzá, hogy égtelenül tehetségtelen voltam. De nagyon szorgalmas voltam, így aztán volt foci és pingpong együtt, aztán csak foci, aztán egy idő után rá kellett jönni, hogy a fociból nem lesz semmi. Amikor viszont olyan 15-16 évesen újból visszamentem a pingponghoz, akkor azt mondták, hogy hát azért mondjuk 10 éves koromban tehetséges voltam, 15 éves vagy 16 éves koromban már olyan nagyon nem, és mindig azt szoktam mondani, hogy a Ganzmávakban játszottam az NB1-ben, amire büszke, halálosan büszke vagyok. Azt csak halkan teszem hozzá, és csak neked mondom természetesen, hogy játszottam az NB1-ben, de egy szettet nem nyertem soha, de hát ilyen az élet. No, készültél a riporteri pályára később is, hiszen ez volt az álmod, ugye azt mondtad. Te... És erre tudatosan készül az emberfia, először is sokat olvas, másrészt pedig gyakorol otthon, ha senki nem hallja, vagy ha hallja, akkor még jobb. Így van, nagyon készültem, nagyon-nagyon sokat készültem rá. Mint ahogy a legendák van konfoci meccseket állandóan közvetítettem, valóban nagyon-nagyon sokat olvastam, nagyon-nagyon sokat jártam sporteseményekre, tudósításokat, rádiótudósításokat mindig hallgattam, és megint volt egy érdekesség, hogy én az akkoriban Ságvári Endre gimnáziumnak hívott Trefort utcai gimnáziumban jártam, és ott mentem el naponta a Szent Király utca, Bródi Sándor utca sarkán, tehát magyarul a rádió mellett, és Szepesinek akkor egy zöld, nagyon jó kocsija volt, és minden reggel megnéztem, hogy itt van az Isten, mert Gyurit imádtam, imádom, és mindig is imádni fogom, vagy éppen nincs itt, tehát megmaradt ez a vágy, még egyszer mondom, egy kicsit kevésbé mertem kimondani a tanáraimnak, hogy én sportriporter szeretnék lenni. Aztán megadta a sors, hogy találkozzatok, és hogy baráti szálak fűznek hozzá, azt hiszem, hogy ez önmagában a csoda. Miként választottál sportágat magadnak? Nézd, ez nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen mindenevő voltam. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy kamaszottam, akkor már elengedtek a szüleim mindenhova, atlétikára. Szóval egyszerűen gyakorlatilag mindenhova. Egyetlen egy sportág volt, amiből egy, soha nem fogom elfelejteni, egy Magyarország NSK válogatott futballmérkőzés után jöttem haza a Népstadionból, és láttam egy stadiont, és őszintén szóval fogalmam nem volt milyen stadion, világítást láttam, bementem. Ez volt a kis stadion, az akkori egyetlen jégpálya tulajdonképpen, ahol hoki meccset lehetett látni. Láttam egy serdülő mérkőzést, most nem tudom, postás előre, ami hát azért akkoriban sem volt a hoki ne továbbja, hát nem fogott meg, soha többet nem is láttam. Tehát gyakorlatilag hoki meccset, akkor láttam egy harmadot, mondtam, hogy köszönöm szépen, és többet hosszú-hosszú éveken, majdnem azt mondom, évtizedeken keresztül nem is láttam hoki meccset, mindenevő voltam. Egyébként súlyemelő bajnokságra jártam, szóval mindenféle sport ott nézőként, olykor gyakorlatban kipróbáltam. De azért kiválasztottak sportágak, amelyeknél végül is, vagy ez véletlen volt, vagy tudatosan választottak. Gondolok itt elsősorban az úszásra, az egyértelmű. A futballra, a körkapcsolás adta önmagát, és hát nyilvánvaló a hoki.
hogyha így rákérdeztél, akkor kapásban azt mondom, hogy kiválasztottam magamnak vízilabdát, kiválasztottam magamnak kosárlabdát, kiválasztottam magamnak természetesen focit, és amikor a rádióba kerültem, hát Magyarországon normális sportriporter focit nélkül elképzelhetetlen. Tehát akkoriban meg pláne még, akkor jó volt a foci, imádtuk a focit, a körkapcsolás az egy olyan közvetítés volt, amiben bekerülni, ez valami fantasztikus élmény volt, tehát a foci az egyértelmű. És akkor Novotny Zoli azt mondta, akkor Novotny Zoli volt a főnök, és mondta, hogy hát akkor, Lacikám, te milyen sportágat választanál? Hát mondom, vízilabdát mindenképpen. Szegény Szűcs Feri akkor halt meg, ugye ő Székesfehérváron a sírja, igazán kötődött a városhoz. Szóval ő közvetített Hajdanában vízilabdát, én a helyére kerültem. Tehát ez egyértelmű volt. Novotny Zoli azt mondja, hogy na jó, de hát ez nem úgy van az. Hát a vízilabdát megkapod. De hát ez jár az úszás is. Jó. Úszásra is jártam, hiszen imádtam Egervári Mártát, imádtam Gyarmati Andreát, és így tovább, és így tovább. Tehát a fantasztikus a kor fantasztikus úszóit, de annyira nem evett meg a fene, értem. És akkor már a hokit is imádtam, mert a hokinak is van egy története, hogy 1970-ben én találkoztam egy lányjal, és hát akartam vele még egyszer találkozni. És mondta neki, hogy nem, és találkozhatunk. Mondta a csaj, hogy hát persze, hát találkozhatunk holnap, ha kijösszönöm egy hoki meccsre. Hát mondom, a csajért persze is megyünk. Mondtam, hogy rendben, megyek. Kiderült, hogy a lány egy hokistának a húga, és a Fradi Dózsa meccsre mentünk, ami hát azért nem hasonlítható az általam Hajdan látott postás előre serdülő meccsel, fantasztikus hangulat, beleszerettem a hokiba valami egészen fantasztikus módon, a hölgy pedig azóta a feleségem, most már, húha, meg kéne mondanom, hogy hány éve, 43 éve, igen. Igen, úgy, a nyitott pályák varázsa. Hát ez az, így van. A szálling az OS-ében. Tehát így jött akkor a hoki. Így jött a hoki. Tulajdonképpen ezzel, hogy mondjam, megadott minden, hogy mit fogok közvetíteni. Tehát a folyamatos fejlődés záloga a rengeteg munka. Ugye a jellegzetes hangodat ismeri az ország, tehát ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor a sikerek záloga, hogy valaki sikerekről közvetít. Neked volt részed, ugye a futballban azért nem csak siker létezik, nagyon is jól tudjuk, igen. 1000 éve azért kudarc is van, bőségesen, viszont a sikerek, a vízilabda, az úszásokán, azok mindenképpen tetten érhetőek. És ebben az értelemben szerencsés vagy, hiszen azért a 80-as évek előtt nincs olyan világverseny, ahol ne közvetítettél volna úszást. Nézd, én mindig azt mondom, hogy a szerencse az életben az nagyon-nagyon fontos. De a szerencsét az üstökön kell ragadni. Mert ha egyszer elhibáztad, akkor nem biztos, hogy még egyszer adódik. Nekem nagyon-nagyon sokszor volt szerencsé az életben. Például, hogy az úszást gyakorlatilag megkaptam bónusznak, és kiderült, hogy a világ egyik legeredményesebb sportága Magyarországon. Még egy nagy szerencse volt. Hajdanában 1980-as évekről beszélünk, megint csak azt mondom, hogy te jól emlékszel rá, Hajdanában volt szocialista napi díj és nyugati napi díj, ami azt jelenti, hogy ha az embert hivatalosan kiküldték, szocialista országban mindig volt pénz arra, hogy levált, rubelt, zlotyit vásárolja a rádió. Arra, hogy nyugatra menjen és márkát vagy frankot vásároljon, arra nem volt pénze a rádiónak. Én 82-be kerültem a rádióba, szó se volt arról, hogy én megyek úszó Európa-bajnokságra, világbajnokságra. 85-ben Szófiába rendezték a úszó Európa-bajnokságot, azt mondták, hogy Leva, bőven van, Lacikám, menjél ki.
akkoriban nem voltak nagy sikerek, de mit ad Isten, megint a mázli, egy Darnyi Tamás nevezetű fiatalember életében először két aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon, 200 vegyesen és 400 vegyesen. És ettől kezdve nekem, hát most meg kéne mondanom, de nem tudom megmondani természetesen, mondjuk 20 éven keresztül. Két évtized, így van. Gyakorlatilag szabad utam volt, hogy hát világbajnokság, Európa-bajnokság, akárhol van. És olimpia, a csúcsok csúcsa. És ilyen értelemben megérkeztünk 1988-ba, Szöulba. Ugye, még most is beleborzongok, nem csak a te közvetítésedbe. Ugye egy kicsit csatoljunk vissza Szepesi Györgyhöz. Ugye Vitrai Tamást mindenki szereti. Ugyanakkor nagyon is jól tudjuk, hogy volt egy időszak, amikor a Szepesi szólt a rádióban, és néztük a tévét. Igen. Mert a Gyuri bácsi hangja, a közvetítés, az egyfajta mámor volt. Igen, igen. Na most ugyanez volt, hogy én például hallgattam a te közvetítésedet, Egerszági Krisztina, ami gyönyörűséges egérkénk, a pici lány a 14 esztendősen Szöulban hozta azt a csodát, amit mi azóta sem felejtünk el, és akkor jön ez az elhíresült mondat, ami most megnéztem, a világban benne van a top 10-ben. Komolyan megnéztem ezeket a top 10-ben. Nívós rangos társaságba keveredtél be, de legalább ez siker, nem úgy, mint a... Ugye, és hová tűnt az autóverseny? Ja, igen. Nem igen. Is tudom, ki mondta, Palik mondta, azt vagy... Azt hiszem, Laci, igen. És hol van Nigel Mansell? Ilyen nincs, és mégis van. Beszéljünk egy kicsit az úszáshoz való kötődésedről továbbra is. Ugye 20 esztendő volt. Két évtized minden Európa-bajnokság, minden világbajnokság és minden olimpia. Van ellé feljebb? Ott voltál az összes Darnyi sikernél. Azért ismerted már egy kicsit Hargitai Verrasztó, ahogy mondtad, Egerszegi Mártáékat. Hát igen, Egerszegi, utána Kovácsági, tehát Kovácsági. Jöttek a továbbiak, jött Rózsa Norbert, jött Cene Attila, és így tovább, és így tovább. Hát most nézd, erre megint azt mondom, hogy szerencsés csillagzat alatt születtem. A szerencsét, nekem annyi szerepem volt, hogy amikor megkaptam a sanszot, olyan nagyon nem toltam el. Volán szerelem. Én szintén azon kevesek közé tartozom, akik 1976-ban ott voltak itt, amikor még a Pallatóni, Kovácsik, Ocskaiék játszottak, amikor a 22-es volánt ide költöztették Fehérvárra. Igen. És újpesti barátaim voltak, gyorsan elmondom, Búzás Gyuri, Búzás Gabi, a testvérpár, aki az egyikőjükkel a sportkórházban feküdtem együtt, és örök barátság lett belőle egyébként, hiszen akkor nem a latroszkópos idő volt. Volt idő. Hanem volt idő a kórházban, a sportkórházban ott barátkozni, és én is beleszerettem a jégkorongban. Nálad ez is másként volt, mert nem szerettél ki belőle soha. Nézd, nem, és hogyha már a volános időszakot mondod, ugye én 82-től voltam főállásban a Magyar Rádióban, de 1970-től voltam úgynevezett külsős. És megint egy érdekes dolog, többek között akkor éppen nem volt fölvétel a rádióban, és hát én voltam többek között, sok minden mellett, voltam a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára, voltam, amikor onnan eljöttem, akkor Ocskai Gabi megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha ennek az új fehérvári csapatnak a technikai vezetője lennék. És én boldogan vállaltam. Egyrészt Fehérvár nekem csoda volt, csoda marad, mert én pont most megnéztem, hogy 1962-ben voltam először Fehérváron, amikor úttörő táborból Velencéről áthoztak bennünket, és valamiért akkor is az volt, hogy beleszerettem a városba. Nem tudom miért, én csak azt tudom, hogy amikor hazamentem, akkor azt mondtam az anyukámnak, hogy ez egy olyan város, ahol annyi televízió antenna van a háztetőkön, amit még én nem láttam. Hogy miért nem láttam Budapesten annyit, azt mai napig nem tudom, de ez megmaradt bennem. És
kvázi újból és Fehérvárhoz kapcsolódik megint. 1970 az első körkapcsolás, amin én részt vettem. Egy borzasztóan rossz videóton Csepel 0-0-ás mérkőzés, és ezek a nyomok, ezek megtalálhatók Fehérváron és Fehérvár és az én kapcsolatomban. Ezután jött a Volán, ahol imádtam dolgozni, a csúnya kis kültelki pályán, a nyitott pályán, amiből ma lett egy fantasztikus stadion. Tehát megmaradtál valamelyest Fehérvárinak. Ugye voltunk mi kollégák, akkor igen, úgy búcsúztunk. A távozásod, én azt mondtam, hogy az érkezésed sorsszerű volt, a távozásod pedig sorsszerű. És ezt akkor nagyon komolyan gondoltuk, mert én azt gondolom, hogy valamennyi sportos és nem sportos kollega is nagyon sokat tanult tőled. Aztán egy országgal együtt mi is aggódtunk, érted. Ugye nagyon megviselt bennünket is a betegséged, és hála Istennek, ezúton mondom, hogy hála Istennek túl vagy rajta. Hát túl vagyok rajta, nézd, én mindig azt mondtam, hogy erről én azért szeretek is beszélni, mert ilyen helyzet bárkinek az életében előfordul. Egyik nap lefeküdtem, és másik nap úgy keltem föl, hogy egy agyembólia megtámadott, nem tudtam beszélni, nem tudtam a nevemet megmondani, nem tudtam, semmit nem tudtam. És hát kórházba vittek, és a kórházba én mindig azt mondom, néha az orvosok kicsit le is baltáznak érte, mert én azt mondom, hogy az orvosok mindent megtettek 50%-ig, és mindig azt mondják, hogy hát mi az, hogy 50%-ig, 100%-ig mindent megtettek. Mondtam, hogy nem, mert 50%-ban kellettem én hozzá, mert ha az ember akkor föladja, amikor tudatosul bennem, hogy nem tudom a nevemet, nem tudom, hol lakom. És amikor már kikerülök az intenzív osztályról, akkor nem kezdek el a betűket egy olvasókönyvből megtanulni, mert újból el kellett kezdeni betűket írni, szótagolva olvasni, és amikor egy olyan 4-5 hónap után azt mondtam a doktornak, hogy doktor úr, hát én már tudok, jól tudok olvasni, mert viszonylag már jól olvastam. Azt mondta, hogy, és török úr, 4x3 mennyi? Mondom, Jézus Mária, 4x3, hát ezzel még nem gondolkoztam. Magyarul számolni is elfelejtettem, tehát el kellett kezdeni a szorzótáblát, az összeadást, mindent meg kellett tanulni. Érdekes módon ez az agynak a fantasztikuma, hogy egyetlen egy dolgot nem felejtettem el, vezetni. Hogy ez miért? Hogy az akkor ilyen hülyén is tudtam vezetni. De hát az egyetlen nagy tragédia az az, hogy az angol is elment. Na most azt mondták az orvosok, hogy amit az ember nem gyakorol, tehát én gyakoroltam az olvasást, az írást, a számolást, mindent, tehát az kvázi visszaküzdöttem. Hát amikor már tudtam beszélni, számolni, olvasni, akkor nem voltam, szóval én úgy gondoltam, hogy már még egyszer nem kezdem az angolt. Az angolból annyi visszajött, hogy mondjuk, ha itt elveszem, akkor meg tudom kérdezni, hogy a vasútállomás hol van, de gyakorlatilag többet nem. Mikor érezted úgy, hogy túl vagy rajta? És már csak az emléke van. Hát nézd, egy év volt az, amikor azt mondta, mert ugye elkezdtem megint beszédtechnikára járni, mert azt mondtam, hogy hát azért mégiscsak rádióriporter voltam, hát szóval azért valamit illik adni magára az embernek, hogy ne nagyon hülyén beszéljen. Hát egy évig jártam, és ő egy év után azt mondta, hogy Laci, nem tudok most már többet tenni.
Azért kellett bátorság újra nekivágni. Kellett. Kellett. Nézd, ez egy olyan dolog, hogy a sportban, én mindig azt mondtam, hogy a sportból nem azt tanulja meg az ember, hogy most egészséges leszek, én mostan izmos leszek, nem tudom, hanem egy, neked mondjam, egy életszemléletet. Világos. Azt, hogy küzdeni kell, hogy igaz, hogy ma NB1-ben játszottál, de holnap a megyei harmadosztályban játszol, és ugyanúgy 100 méter a futballpálya, ugyanolyan háló van, ugyanoda kell lőni a gólt, hát kicsit kevesebben drukkolnak, ez igaz, de egy idő után az ember csak megtanulja azt, hogy állandóan nem veszíthetsz, hát egyszer csak nyerni fogsz, hát ezt tudod te is, hogy egyszer eljön az, hogy nyersz, és amikor az első meccset megnyerted a megyei harmadosztályban, akkor talán egyszer lesz megyei kettő, és így tovább, és így tovább. No, én azt tapasztalom, hogy a fiatalok, a sportriporter fiatalok, tehát itt körülöttünk is vannak jó néhányan, megtanultak török laciul, megtanulnak, szép lassan egyébként a nagyok is, tehát egyrészt szépen beszélnek, értenek ahhoz, amit csinálnak, elhivatottak, szorgalmasak is, mert a tehetség önmagában nem elég semmire. Hát ebben teljesen igazad van, és még egy dolgot azért mindig azt mondom, hogy nehezebb helyzetben vannak, mint hajdanában mi. Ugyanis nagyon sok médium van, rettenetesen sok. Abból most kitűnni nagyon nehéz. Maradjunk csak televíziónál, mert ugyanaz a legfrekventáltabb. Nekem megadatott, hogy én gyakorlatilag nem televíziósként, rádiósként ott voltam az esemény helyszínén. Ma nagyon sok közvetítés off-tube, azaz ülök egy stúdióban, mint ebben a stúdióban, nézem a televíziót, és közvetítem. Ez szerintem én próbáltam öregkoromban csinálni ilyet, hát emberpróbáló. Emberpróbáló, mert azok az információk, amik egy élő helyszínen rád ragadnak, mert meglátod, hogy edzett a játékos a mérkőzés előtt, hogy készült a bemelegítésre, és így tovább, abból semmi nincsen, csak van az internet, megnézed, hogy a barátnője hányas melltartót hord. Na de azt megnézi a Lucz Gizi is, tehát magyarul nem tudsz újat mondani a hallgatónak, a nézőnek, mert ő is meg tudja nézni, és azt mondja, hogy na menjen a pokolba, hát már baromira unom, hogy hányas melltartót hord. Így van. Szóval nehéz a szakma. Rendkívül. Lacikám, így a beszélgetésünk végén én próbálom kitalálni, hogy milyen terveid vannak, és milyen álmaid még. Most szinte bizonyos vagyok, ha szeretnéd, hogy az évben a 8 közé bejusson a volán. Ja, egyszer. Legalább, akkor 4-be. Jó, én a 8-at mondtam, de a 4 az álmod. Rendben. A 8 az valóság is lehet. Hát ha most az edző, most már összeáll a játékuk, igen. Jussunk vissza az elit csoportba. Mutatkozik be Vaj Ádám. Soroljam, mint Fábri Sanyi, hogy mi mindent tudnék mondani. Játszon a Sebők egyre többet az ő svéd csapatában, és így tovább. A finn első osztályúak nem, különben jusson el valaki az NHL-be, és nem csak a Vaj Ádám. Lehetőleg fehérvári legyen. De ezen kívül mit kívánhatnék neked? Egészséget. Hidd el, én azt mondom, hogy a feleségem mindig azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy nyugdíjasként én a fenekemen le tudok ülni. Imádom a nyugdíjas létet, hiszen hetente 3-szor, 4-szer sportolok. És azért mondom, hogy egészséget kívánjál, mert a csípőim egy kicsit kivannak, tehát ezt meg kell operálni. De ez nem lesz egy gyors menet, de ha ez meg lesz, akkor lesz tenisz újból, lesz korcsolya újból, és ettől a pillanattól kezdve minden lesz. Na meg még egy legyen, hogy mi találkozzunk. Találkozni fogunk. Köszönöm, hogy itt voltál. A közeli viszontlátás reményében búcsúzom, mégpedig a nézőknek is mondom, hát igen,
ilyen ember nincs, és mégis van. Köszönöm Török Lacinak, szervusz. Aranyos vagy, hogy meghívtál, és hozzád mindig boldogan jövök, csak a nézők ne unják. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, higgyék el, megéri, hiszen olyan emberekkel találkozhatnak, mint az imént Török László barátunk, aki azt hiszem, hogy sportriporterként és emberként is bizonyította, hogy bizony mindent visz. Köszönöm szépen, viszontlátásra!